Sziasztok! Eni vagyok, és üdvözöllek a YouTube csatornámon. A mai videó egy turis vlog videó lesz, illetve hogyha vásárolok valamit, akkor lesz benne egy zsákmányos rész is. Ma egyébként szombat van, és most hamarosan el fogok indulni, hogy találkozzak két barátnőmmel a Józsefvárosi Charity pontnál, mert hogyha minden igaz, az nyitva van ma 10-kor, és ha már így a Corvin közelében járunk, akkor be fogunk ugrani a Humana Vintage butikba a Corvinnál, a sima Humana használt ruhába, a Creambe, a Hadába és egy ötödik Turiba, aminek elfelejtettem a nevét, de nagyon epic, punkos Turinak tűnik. Nem tudom, hogy mennyire fog sikerülni ennyi Turit végiglátogatni, mert azért valljuk be, ha elég nagy a turi, akkor eléggé ki tud venni belőled, hogy végignézd a kínálatot, de majd meglátjuk. És igazából úgy gondoltam, hogy viszlek magammal titeket erre a kis turis napra, és remélhetőleg nem leszek nagyon szégyenlős, és fogok készíteni felvételeket a turkálókban, és akkor ti is láthatjátok, hogy milyen a kínálat, vagy hogy mi mit nézegettünk meg, és ilyesmi. Egyébként mielőtt elindulnék, még gyorsan megmutatok nektek valamit. Befejeztem a számos festőmet, és szerintem marha jól néz ki a végeredmény. Nyilván nem volt tökéletes, mert sokszor nem tudtam a vonalakban maradni az ilyen kis részeknél, de ennek ellenére rettentően tetszik a végeredmény. Amúgy már kérdeztétek Instán is többen, hogy honnan rendeltem, és én a Festede oldalról rendeltem ezt, de van egy barátnőm, aki már többfajta számos festőt kipróbált, és ő a számosfestő.hu-t javasolja, úgyhogy annak lent hagyom a linkjét a leírásban, mivel elvileg nekik van a legszebb vásznuk, és arra sokkal könnyebb festeni, mint mondjuk egy kicsit olcsóbb vászonra. Most már tényleg induljunk el! Keresen itt felveszlek. De jó lesz nekem. Az nagyon jól néz ki. Az nekem való. Ennek az anyag. Ja. Ennek a tök jó az anyaga. Igen. Ja, csak nézem, hogy mit találtatok. Ja, ez nekem tetszik, és kivettem Benikő kezébe. Kívánom, hogy pózolsz, ez most videó volt. Nézd, ott az ja, már veszed? Igen, már megy. Papaléó! Szóval... Egy vagyunk, sőt, az YouTube csatornában. Thanks for watching, please subscribe. Én most merek vlogolni az utcán, mert itt vagytok velem, és így kevésbé kínos. Így is kínos. Nem baj, na hadd vagyjam ebben, akkor el tudom rakni a kamerát. Szóval kijöttünk a... Na jó, én akkor most megállok. Kijöttünk a Humanából, és most megyünk, és belülünk kajálni.
Wow. De mit így kötél? Na jó, menjünk enni. Szadra, nem hiszem. Szadra. What are you doing? Én így iszom a kávét. Milyen szépen megmaradt. Szürcsabát álltam. Milyen szépen megmaradt, amit te jól. Téged nem? Nem. Én állok rajta, ugye? Nem hozhatlak emberek közé. Na, most már talán hallatszódni fogok. Szóval Szadra eddig nagyon jól bevásárolt. Sok-sok-sok-sok-sok szatyorral. Ugye ez egy sikeres ez a nap? Szerintem ez még nem elég, de majd meglátjuk egy olyan 3-4 zacskó múlva. Rendben. Na várjatok, bejelentkezek. Jöttök rosszalkodni? Úgy. Sziasztok, Eni vagyok. Sziasztok, Eni vagyok. Most már amúgy lassan 3:30 van és kezdünk fáradni. De ittunk vizet. Megnyomtattunk és simogattunk kutyát. Úgyhogy az élet szép. És most megyünk az utolsó turis pontunkra, amit a Google segítségével találtam. Sőt, még a kutya is három napon belül minket. Nem jelentkezünk, hívjátok a rendőrséget. De miért félsz attól, hogy bántani foglak? Nem tudom. Csináltál már Enival valamit? Soha. Hát amikor ír, hogy hozzak, rakd a paszt. Hát a feltörni a cipő a lábad. Szóval a Gihád a lift turiba megyünk, és kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Mert izgalmasnak tűnt a fotók alapján. Úgyhogy menjünk. Sziasztok! Nos, végre hazaértem, és most már egyébként 5:30 van, ami nagyon durva, mert úristen, hát lejártuk a lábunkat, de nagyon-nagyon élveztem a mai napot, nagyon sokat nevettünk, és nagyon vicces volt az egész, de elfáradtam. Durván elfáradtam, és szerintem meg is látszik rajtam, és ráadásul ezt a videót még ma meg akarom vágni, hogy holnap már lássátok is, úgyhogy még bőven van dolgom, de hát ez van, ilyen a YouTube-ozás, és ilyen az, amikor nem sikerült a héten felvennem azt a videót, amit eredetileg most terveztem, ezért előrébb kellett hoznom azt, amit jövő hétre. Az utolsó túriban nem készítettem túl sok felvételt, de amúgy ez egy ilyen punkos, rockos hely volt,
És nagyon sok ilyen vicces feliratú férfi póló volt, amik így, hát így egy kicsit így a edgyibb részem voltak. Viszont találtunk néhány nagyon visszafogott ruhadarabot is, amik még így nagyon régiesek voltak, úgyhogy nagyon érdekes volt a választék. Érdemes oda benézni, mert biztos, hogy van, hogy ki lehet fogni jó dolgokat, de mi ott most így igazán nem találtunk semmit, viszont a dekor nagyon-nagyon-nagyon menő volt. Azután még elmentünk vacsizni, amit már szerintem nem vettem fel, és utána végül hazaszenvedtem magam. Ez egyébként egy baromi jó nap volt, de rendesen elfáradtam, bár örülök annak, hogy néhány errandet is el tudtam intézni, és kinyomtattam dolgokat, amikre szükségem lesz, úgyhogy abszolút produktív nap volt így is. És én ugye nem vásároltam annyi mindent, mint a lányok, de vásároltam néhány dolgot, úgyhogy ezeket most megmutatom nektek. Az egyik dolog, amit vettem, az egy piros pulcsi, és ezt a sima Humanában vettem, és ma minden 550 forint volt, úgyhogy ezért a pulcsiért 550 forintot fizettem, és ezt a pulcsit egyébként itthoni pulcsinak szánom, amúgy tökre tetszik a színe, hogy ilyen kis bordós piros, és kényelmes az anyaga, és tudok alá felvenni egy kényelmes toppot, és ellenni benne itthon, és 550 forintért ez baromi jó ár volt, úgyhogy őt vettem meg végül. Ennyi ruhát vettem össz-visz egyrészt, mert általában ami amúgy menő volt, azt Szandra találta meg, és nyilván aki megtalálja először a ruhát, az fogja hazavinni, hogyha neki kell. Illetve amiket találtam, és nekem tetszettek, azok nem voltak tökéletesek. És most már nagyon tudatosan próbálom elérni azt, hogy a ruhatáramban tényleg csak olyan darabok legyenek, amikre szükségem van, és amik tökéletesek. Úgyhogy így például hiába tetszett mondjuk az egyik krémes kötött pulcsi, nem éreztem szuper tökéletesnek, hanem olyannak éreztem, hogy mit tudom, én felveszem majd kétszer. Viszont ha csak kétszer fogom felvenni, akkor nem fogom megvenni, mert annak nincs értelme. Úgyhogy ezért egyetlen egy ruhadarab jött velem, de ennek baromira örülök, mert most sikerült összezsíroznom, illetve összefestékeznem a kedvenc itthoni pulcsimat, ami egyébként szintén egy turkálós darab, és próbáltam megmenteni marhaákba szappannal, de szerintem a festék már nem fog kijönni belőle, bár meglátjuk. A zsírfolt nagyjából kijött, ha jól emlékszem, de ez egy világos szürke pulcsi, és meglátjuk milyen lesz, már kézzel próbáltam kisúrolni, aztán majd az első mosás után meglátjuk, hát ha kiszedi végül a marhaepe szappan, amit ki kell szednie. A charity boltból viszont már több dolog jött velem haza. Én egyébként nagyon-nagyon megszerettem a charity boltokat, és szeretek benézni, ha van rá időm, és átnyálazni a kínálatot, mert amúgy tök szuper dolgok vannak ott, és most három dolog jött velem, amiket megmutatok nektek, meg el is mondom, hogy mi a tervem velük. Az egyik kis edény, amit vettem, az egy ilyen pici kerámia dísz, és ez egyébként 490 forint volt, és látszik rajta, hogy kell neki egy kis szeretet, még azon gondolkodok, hogy fehérre vagy feketére fessem-e át, illetve azon is gondolkodok, hogy veszek terrakottás festéket, amit hogyha ráfújsz valamire, akkor terrakottás hatása van, és lehet, hogy azzal fogom amúgy lefújni, vagy össze fogok keverni festéket szódabikarbónával, és azt fogom rárakni, mint egy paszta, hogy fehér kerámiát krájak. És úgy gondoltam, hogy ez tök jó lesz ilyen száraz virágnak, hogy beleállítsam, és akkor ott lesz cuki dísznek. Nagyon nagy hatással van rám egyébként a Xu McKenna csatornáról McKenna, mert ő szokott rengeteg ilyen különleges és cuki kerámiás dolgot venni, és aztán lefesteni őket, és mostanában nagyon sok videót fogyasztottam tőle, úgyhogy hatása volt rám, és ezért is vettem ezt meg. A másik dolog, ami jött velem haza, az szintén egy kerámia edény csupor. Nem tudom, hogy ennek mi a megfelelő neve, nyugodtan javítsatok ki lent, most lusta vagyok rágooglizni, bocsánat. És ezt egyébként szinte biztos, hogy fehérre fogom lefesteni, és szódabikarbonát, illetve fehéret fogok összekeverni, de nagyon-nagyon tetszett a formája, és szerintem szintén száraz virágot fogok benne tárolni, vagy csak így fogom meghagyni, mert mennyire cuki már.
Ez egyébként 390 forint volt, ha bárkit is érdekelne. És az utolsó dolog pedig, amit még a Charity Shopban vettem, az egy olyan dolog, amiből bőven van itthon, de nincsen belőle karácsonyi változatom. Úgyhogy mikor megláttam őt, ezt a karácsonyi bögrét, annyira lenyűgözött, és ez tökéletes. Tehát a mérete tökéletes a kávémhoz, a mintázata tökéletes, és egyszerűen csak imádom is nagyon-nagyon cuki karácsonyi bögre, úgyhogy megvettem. Ez is 390 forint volt. És ezeket vásároltam, és igazából most le is zárhatjuk ezt a videót, mert most annyit fogok csinálni, hogy nekiülök, és megpróbálom megvágni ezt holnapra, illetve valamilyen thumbnail fotót szerkeszteni valahogyan, mert fotózni nem fotóztam, ma csak videóztam, és az mindig nehezebb, amikor nem látom előre, hogy milyen lesz a borítókép. Vagy thumbnail kép, vagy hogy hívják ezt. Nagyon fáradt vagyok, srácok. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, illetve hogy megnéztétek ezt a videót, és kérlek szépen ne felejtsetek el dobni rá egy lájkot, hogyha tetszett, illetve iratkozzatok fel a csatornára, hogyha szimpatikusnak találtok, és szeretnétek tőlem még tartalmat látni, és amúgy pedig vigyázzatok magatokra, és majd találkozunk a következő videóban. Sziasztok!